Felújították az ablakokat a zalaegerszegi Deák iskolában. Mindez az Energo Optimum magyar-szlovén közös projekt eredménye. Az együttműködési program az energiafelhasználás hatékonyságának növelését, valamint a megújuló energiák széleskörű felhasználását tűzte ki célul. Több tevékenység is van a program keretén belül. Az egyik tevékenységünk, hogy 5 iskolában egy csináld magad tervet hajtottunk végre. A csináld magad terv az azt jelenti, hogy a diákokkal, közösen oktatókkal, szakemberekkel a energetikai hatékony, vagy energia a felhasználásnak a módját próbáljuk segíteni. Ennek keretében 4-5 ablakot kiszedünk, és szigetelés, festés, egyéb energetikai hatékonyságot próbáljuk növelni. Az zalaegerszegi Deák iskolában 20 diák vett részt a programban, több ablakot is kiszedtek, a szigetelésen túl még csiszoltak és le is festették őket. De azért is fontos egyébként, hogy a diákok saját maguk is egyébként szüleikkel közösen ezekkel a tömítő anyagokkal otthon is meg tudják oldani, és nagy mértékben tudják növelni ennek keretében a energiahatékonyságot. Kizárólag olyan diákokat vonnak be a programba, akik amúgy is ilyen szakmát tanulnak, vagy ez attól független? Nem, ez attól független. A általános iskolák is részt vettek a programokba. Egyébként általános iskolában is óriási sikere volt. A fél iskola lejött és végignézte azt a szakoktatókkal. Persze ők jobban részt tudnak venni egyébként egy középiskolások vagy szakiskolások. Az általános iskolák is nagyon élveztek, és tényleg megértették, rajzóra keretében utána ezt le is tudták rajzolni. Még 4 iskolában tartanak bemutatót a program keretében. A szervezők reményei szerint köszönhetően a projektnek majd otthon is költséghatékonyan meg tudják valósítani a diákok a szüleikkel ezeket a felújításokat.